A Magyar Kultúra napján díjazták a Babits Mihály Művelődési Központot. Országosan csupán 14 kulturális intézmény kapta meg a minősített közművelődési intézmény elismerést. A Babits Központ márványtermében Ács Rezső polgármester köszöntötte és gratulált a központ vezetőségének és dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. Az elmúlt években kifejezetten figyeltünk arra, hogy megmérettessünk mindenféle területen, ahol ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy arra a munkára, ami itt a városban zajlik, büszkék lehetünk, de az, hogy mi mit mondunk róla, az egy dolog, hogy mit tartanak külsősök, hozzáértők, szakemberek, azt gondolom, az egy fontos visszacsatolás, visszajelzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan díjat nyert a város, amely visszaigazolt az eddigi munkát, utalhatnék itt az idősbarát önkormányzat díjra, vagy éppen a családbarát önkormányzat díjra, a jövő önkormányzat díjra. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy jó úton haladunk, jó döntéseket hoztunk annak érdekében, hogy ezek a társadalmi rétegek, csoportok, vagy éppen a jövő generációja számára a város még jobbá, még élhetőbbé tegyük, és meg is tartsuk azokat az értékeket, amelyek jelenleg jellemzik Szekszárdot, de ezen díjak sorába illeszkedik egyébként a rendezvényekhez kapcsolódó Gyémánt Város Marketing díj, és így érünk el a Babitshoz. A Gyémánt Város Marketing díj tulajdonképpen a rendezvények szervezéséhez kapcsolódik. Ezt egy szakmai zsűri ítéli oda minden évben. Mi 2017-ben a születinapokkal, 2018-ban pedig a Hály János Mesefesztivállal pályáztunk, mind a két alkalommal nyertünk természetesen. És pont az volt a célunk, hogy ne egy rendezvényen mondjuk a születinapokkal, amelyben nagy kockázat, azért legyünk őszinték, nincsen, hiszen minden évben nagyszerű programokkal és nagyszerű 4 nappal szórakoztatjuk a szekszárdiakat, illetve az idelátogatókat. Azt gondoltuk, hogy minden rendezvényünket szeretnénk megmérni, ezt folytatni szeretnénk majd a jövőben, hiszen van még például mondjuk a Pünkösdi Al és Vadünnep, amit szintén szeretnénk ezen a megméretetésen végigvinni, és reméljük, hogy ők is az a rendezés meg fogja kapni majd ezt a díjat. Ez pedig azt jelenti, hogy nem egy rendezvényről szól a rendezvénynaptára a városnak, hanem több olyan esemény is zajlik itt, amely jó szakmai, sőt magas szakmai színvonalon szerveződik, és nagy társadalmi csoportokat, széles rétegeket ér el, és ebben visszaköszön az, a Hári Jánosban különösen, de minden más rendezvényünkön is, hogy nagyon odafigyelünk, nem csak 2018-ban a családok éve alkalmából a családokra, hanem mi már előtte is ezt megtettük, hiszen nincs olyan rendezvény, nincs olyan esemény, ahol ne lenne kifejezetten a fiataloknak, kisgyermekeknek szóló programpont és esemény, és én azt gondolom, hogy ezek azok a jövőben mutató célok és tervek, amelyek aztán ezeket a rendezvényeket még jobbá tudják tenni. Hát a születi esetében nem biztos, hogy nekünk már a látogatószámot kéne növelni, hiszen 18-ban azért például a szombatilapon megtelt a város, már kicsordult szinte a pohár, úgyhogy itt a minőségi munkát szeretnénk még tovább javítani és növelni, és beállni egy olyan látogatószámra, amelyet elbír a város. És ebben a sorban, vagy ebben a sorban illeszkedik tulajdonképpen az a elismerés cím, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából kapott a Babits Kulturális Központ, és ezen keresztül Szekszárdváros közössége is. És azért fontos a város szempontjával ez a díj, mert a bor mellett a Babits munkája az egyik olyan mutató, és az első olyan találkozási pont, amellyel Szekszárd nevével esetleg sokan találkoznak, amikor rendezvényre, vagy bármilyen eseményre ide látogatnak, hiszen ezeket a rendezvényeket akár kültéri, akár beltérőről beszélünk, a Babits Kulturális Központ rendezi, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen színvonalon szerveződik, és milyen szakmai munka zajlik áttérben. Rengeteg munka kell ahhoz, hogy ezek a nagy rendezvények ilyen sikeresek és dinamikusak legyenek. És ez a díj is visszaigazolja azt, hogy az a munka, ami itt a Babitsban folyik, nagyon magas szakmai színvonalon folyik, erre lehet támaszkodni, és ezen a munkán keresztül a városról egy abszolút pozitív kép alakul ki azokban, akik ide jönnek, ide látogatnak, és ezt a képet ezt ki kellett alakítani az elmúlt évtizedekben. Ez a díj most visszaigazolja, vagy cím visszaigazolja, hogy ez sikerült, de ezt meg is kell tartani. És ez lesz a jövő nagy kihívása, hogy ezt a címet fel tudjuk tartani, és akkor Szekszárd neve összekötődjön a minőséggel, amely már jelenleg is részben megvan, és ez nem csak a borta esetében kell, hogy megjelenjen, minden másban, például a rendezvények szervezésében is. A mostani minősített közművelődési intézmény címre 3 évig jogosult a központ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdetett meg közművelődési intézmények számára minősített közművelődési intézmény cím elnyerésére, vagy minősített közművelődési intézmény díj elnyerésére. A kettő között alapvetően az a különbség, hogy a címre
Mindenki pályázhat, aki megfelel a követelményeknek, illetve egy pályázaton keresztül be tudja mutatni, és az alpontokon keresztül be tudja mutatni az intézményének a működését. Ez a cím, ez 3 évre adható. A közművelődési intézmény díj, az pedig gyakorlatilag, hogyha megszerezte valaki a minősítést, akkor utána pályázhat díjra, ebből minden évben egyet adnak ki, és ez örökérvényű. Tehát ezt már nem lehet elveszíteni, illetve nem lehet megújítani. Alapvetően azt lehet mondani, hogy tavaly januárban egy munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ezen a pályázaton sikeresek tudjunk lenni. Ugye 8 alpontra lehetett pályázni. A kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a közösségi szolgáltatás, valamint a származtatott szolgáltatás. Ezen kívül a táborra, a képzésre és az ismeretterjesztésre lehetett pályázni. Mi ebből a 8-ból 5 alpontra pályáztunk, tehát a kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a származtatott szolgáltatás és a közösségi szolgáltatásra, és ezekkel megkaptuk ezt a minősítést. Ugye itt alapvetően azt kell tudni, hogy januárban mi is létrehoztunk egy munkacsoportot, akik tulajdonképpen egész évben dolgoztunk azon, hogy ezen a pályázaton sikeresek legyünk. Szeptember 15-én adtuk le a pályázatot, majd októberben a minisztérium és a Nemzeti Művelődési Intézet 2 munkatársa a helyszínen auditálta a házat. Megtekintették és megismerték azt, hogy az, ami a 126 oldalas pályázatban leírtunk, az ténylegesen megfelel a valóságnak, és örömmel látták, hogy nem hogy megfelel, hanem ezen túl egyébként egy példaértékű intézmény is a miénk, és gyakorlatilag nagyon jó tapasztalatokkal, egy nagyon tartalmas nappal zártuk ezt az auditálást. És ennek eredményeképpen a Magyar Kultúra Napján átvehettük polgármesterről ezt az elismerést, amely az egyik legmagasabb elismerés, amely közművelődési intézményeknek adható. A minősített közművelődési intézmény cím elnyerése után jövőre a Kulturális Központ a minősített közművelődési díjra is pályázik majd, mely kitüntetés már örökérvényű és visszavonhatatlan.